Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, délutánon. Nemrég értem az a munkám, ugye szokás szerint épp vagy csak megzonyoztam. Az idő, képzeld el, olyan szép ma is, meg tegnap is rettentően meleg van, ilyen tavaszias idő inkább. Egyáltalán nincsen hideg, ahogy látjátok, rövidújúban vagyok. Egész nap rövidújúban voltam, a felsőt fel se kellett húznom egész nap. Az idő mutatom. Egy-két fel most kezd jönni, remélem, hogy nem fog esni az eső, de ilyen szép időnk van. A csónak még mindig ott van lent, hogy látjátok, jön felfelé a víz. Később megmutatom majd nektek, ugyanis nem sokára el fogunk menni, mielőtt elmegyünk, megmutatom, hogy mit csináltam rajta, ugyanis kiszedtem az üléseket, a szőnyeget, a kormányt, végülis mindent, kibereztem ugye az egészet, készen áll csiszolásra. Csiszolni valószínű a héten fogok nekiállni, aztán elkezdjük majd festeni, vagy elkezdem ugye festeni. Majd meglátjuk mikor, vagy a hétvégén, vagy jövő héten. Aztán, még mielőtt elmegyünk, vagy akármit is csinálunk, ahogy kérdeztem tőletek, vagy ígértem nektek, lesz kérdez felelek, úgyhogy ha valakinek van valami kérdése, ide, ennek a videó alá nyugodtan írjátok meg, és fogok válaszolni. Megpróbálok minden kérdésre válaszolni, hogyha tudok. Valószínű, hogy jövő héten, vagy ahogy lesz idő, majd meglátjuk, én is még mindig sok mindent kell csinálnunk. De ahogy mondtam nektek, hogyha valakinek van valami kérdése, mindegy, hogy milyen kérdése, ide a videó alá írjátok meg, és válaszolni fogok rájuk. Mármint ilyen videóformában, tehát nem kommentbe fogok válaszolni, hanem videóformában. Aztán megmutatom, hogy még mi más csináltam tegnap este. Felraktuk ezt a Grand Theft Auto képet, ahogy látjátok, ide. Ahova a PlayStation ugye, itt a játékszobában, ez mellé feltettem posztert, a visszajövőbe posztert ide, egy kosárlabdást, ezt az NBA 12-eset. Azért raktam ezt ide, mert hol van? PlayStation 2-es, tehát ilyen posztert, ez igaz a régebbi poszter 2012-ből. Tudom, hogy nem olyan nagyon régi, de régi, tehát ilyet nem lehet már találni, ha csak nem újra nyomottat. Na mindegy, ugye ezt feltettem, aztán mutatom nektek, megyünk tovább. Ezt a falat még mindig nem csináltam meg, még azt a falat se, ugyanis még mindig nem rendeltem, vagy vettünk ilyen, amit mondtam. Valaki mondta, hogy tapéta, és ez nem tapéta, hanem ilyen matrica. Majd megmutatom, hogy milyen matrica. Feltettem, kincs ami nincs. Itt, nem tudom a kamerán mennyire lehet látni, várjál, mert egy kicsit belemegy a nap, látod? Tehát ilyen szép, aztán túloldalra feltettem ide a nyomás utána, közben eszembe jutott nekem is a magyar címe, valaki mondta nekem múltkor, hogy ugye mit jelent magyarul. Asztalt vásároltam, felkelőtt elhozni a szevasz kép oda, és ez ilyen asztal, ilyen faasztal, ilyen fém lábakkal, ilyen fekete lábbal, meg itt van egy fiók, ahol sok érdekes dolog van, és ki lehet húzni. Ez egy kicsit magasabb, mint a másik asztal, szélesebb is, vagy ilyen mélyebb. Tehát a Davis nem tud ide tud jönni, nem tudja elérni, tehát nem tudja rángatni, tehát ott hagyhatom egyelőre a laptopomat, kivéve, ha felül a székre, akkor max eléri. A sarokban még mindig kell valamit tennem, hogy mit azt én nem tudom. Ide valószínűleg, hogy fel fogom rakni ezeket a kis pisztolyomat. Ugye, aki régóta nézi a videókat, tudja, hogy gyűjtöttem régebben ezeket a pici kis játékpisztolyokat, ezek a kulcstartós csak ezeket a campgunokat, és nagyon sok van belőle. Itt van, ezt meg kell csinálnom, ezen volt fent egy ide. Régebben, aki régóta nézi a videókat, tudja, hogy miről beszélem, úgyis fel volt még a régi házban, a falon. Ezt újra ki akarom ide valószínűleg tenni. Aztán felkerült a visszajövőbe, amit készítettem most már majdnem hogy egy évvel ezelőtt ugye a régi lakásba. Az összes mutatom. A könyvből ugye kijött a poszter, bár ezt a múltkor mutattam. Ide tettem fel a Davisnek az oldalára, ugye ez a Davisnek az oldala, ez az én oldalam. Aztán felkerültek, szervusztuk ezt. Mit csináltok? Itt van a Davis is. Volt egy insect, ment a window, és a Davis mondta, sú. Mi a légy? Ja. És most nagyon nyomtad azzal? Percnek. Mi is ez mondta, sú. Mennyi? És kaptam ezzel. Gyönyörű, oda dobjad ki. De a kockát, azt mossad le. Sú fly. Felraktuk a posztereket a Lucasnek a szobájába. Nem mindegyiket, de egy párat mutatom nektek. Ezt. Végülis ezek azok a posztrek, amiket egyszer kaptunk. Van az a Batman-es, Superman-es, az a másik, a Marvel-os. Mindenki rajt van. A Lucasnek rettentően tetszenek ezek a posztrek. Annak idején nem raktuk őket fel, mert tudtuk, hogy is el fogunk költözni, de lehet, hogy indét is elköltözünk, ugye sose lehet tudni, hogy mi fog történni. Ide most feltettük őket. Aztán az asztala régi itt van, még el kell pakolni. Megkapta az régi asztalomat, ugyanis azt mondta, hogy ő neki az kell, mert
lehet oda tökéletes. Úgyhogy, én most húzom a cipőmet, összeszedelőzzünk, és el kell menni a boltba. De még mielőtt elmegyünk, megmutatom nektek, hogy mi történt a csónakkal. Hogyan szedtem ki belőle mindent. Hát, valakit érdekel. Közben nézd, elment a nap, a felhő, és kisütött a nap. A víz megint annyira lent van, utánfutót még mindig nem vettem, most úgy döntöttünk a pukámmal, hogy lehet, hogy készítünk valami, nem utánfutót, de valami olyan kerekes valamit, amivel ki tudjuk húzni onnét a vízből. És talán jó lesz, talán nem. Legalább annyi időre még lefestem ugye az alját vagy az oldalát, hogyha nem, akkor gyorsan kell festeni, hogy gyorsan száradjon a festék, mielőtt a víz visszajön. Viszi, készen vagy? Na gyere ide, elmegyünk megnézni azt a csónakot! Na, megnézzük azt a csónakot. Te is jössz, Lukasz, hol vagy? Én itt vagyok. Gyere, az ajtót nem zárod be? Bemegy a bogár, aztán nem tudod, hogy miért megy be a légy. Jön a néz, ott egy jig, látod? Ilyen szép nagy. Az a szerencsé, hogy nem igaz, mert kőből van. De az igazi lenne, én már nem is tudom, hol lennék. Amúgy a víz miatt ide valószínűleg, hogy feljönnek. Daddy! Vigyázz a fejedre, mert bevered. Főleg én. Elmegyünk itt a hátsó részre, aztán mutatom az udvart, a túloldalt is. Ott van len, és kibeleztük az egészet. Itt vannak a kajakkerekek is. Szépen ki van kötve. Látod, Lukasz? Hogy elvigyelsz. Nagy, szép. Ilyen nagy, szép. Na, így néz ki a belseje, látod? Kivettük az ülést, a szőnyeget, a motort, a szajt hagyjuk, és a kormányt. És ezt kitaláljuk? Ja, azt ki kell, ott meg kell csinálni az egészet. Ki a kormány kijött belőle. Bot. Ja, benn maradt a tank. Bot. Ja, bót. És ilyen szépen néz most ki. Mit szólsz hozzá? Nem. Hát, ha le lesz festet, ott hogy fog kinézni? Hogyan? Hát szépen, hogy hogyan. Most ilyen csúnya zöld volt, valaki azt mondta, hogy hagyjuk zölden. Szerintem zölden nem lenne szép. Na gyere, felmászunk itt. Aztán el kell rakni ezeket a életmentő jackiket be a garázsba, amire most nincs idő. De amúgy, hogyha itt körbe megyünk, akkor kérünk ide hátsó részre. Itt lehet amúgy... Daddy! Na, mit mondasz? Ha? Ja, menjünk a kár, menjünk az autóhoz, jó? Itt a garázs. Látod, hogy körbe lehet menni a ház körül. Csak az a baj, hogyha le akarod vinni a csónakot mondjuk utánfutóval, oda nem fér be. Vagyis oda befér, csak nem fér át. Na, nyissuk! Hogy most előről mentem be. Múltkor is előről álltam be? Így könnyebb. Új, te! De nehéz vagy, Davis. A garázs egy kicsit majd ki kell takarítani, mert még mindig van minden felé minden, de legalább az autó befér. Na, nem te vezetsz, én vezetek. Hátsó vagy, tudjátok. Az autó meg le van zárva. Elmentünk, meg haza is érkeztünk közben, ugyanis lassan minden visszáll a régibe. Elfelejtettük a jacket, nem is jacket, ilyen mellényt a Davisnek. Majd mi nem elfelejtettük, de kapott egy ilyen mellényt, és hogy picit pici neki, úgyhogy vissza akarjuk vinni, kicseréltetni ugye egy nagyobb méretre. És itt hajtuk, ez volt az egyik fő oka, miért ide a boltba akartunk menni. Mit? Mit mondasz? Nem szállunk ki, mami mindjárt jön, csak befutott oda be, látod? Amúgy abban az izébe nem hiszem, hogy sokat kint fogunk ülni, én azt hiszem, mert van ilyen hátsó rész, ugye ott az a terasz is, ez az első rész. Nem tudom, majd meglátjuk, nem Lukasz? Mi van, alszol? Mi volt ma az iskolában? Semmi. Nem sokára. Nem azt mondtam, hogy nyári szünet. Téli szünet! Jön a téli szünet. Június, mi? 20? Gondolom. 20. Ja, 20-át, két hét. Hogy mit fogunk csinálni? Foggalman is mit fogunk csinálni. Hogyha ilyen jó idő lesz, akkor biztos valami jót fogunk csinálni. Elmegyünk csónakázni. Kivéve, hogyha hideg lesz. Na, nagyon hideg lesz, akkor nem megyünk csónakázni. Szépen nézel ki. Ha esik a hó, akkor pont jó lesz neked ez. Megyünk Magyarországhoz. Ja, megyünk Magyarországra, ha szánkózni majd egyszer, hogy esik a hó. De addigra ki fogod nőni ezt a sapkát, én szerintem. Hogy itt van sokféle sapka. Ilyen pomponos sapka. Tehát annyira nem szerettem ezeket a pomponos sapkákat annak idején. Van egy, mi van nekem, de nincs a pompomra. Ja, tudom. Na, várják közben, itt van ez a... Let's try it. Felvesszük? Hm? Lájus, felvesszük, megnézzük, hogy jó-e. Nagyon elvesztél? Ja. Nézd, Spider-Man-es. Meg Superman-es sapka, ott. Ezt kaptuk a... Meg ilyen... Mit? Ja, olyasmit. Na, menjünk. Megnézzük a játékost is. Merre? Arra. Merre? Egy óra. Davis közben beleült az autóba és vezet. Mit vezetsz?
ne kell bele pénz. Hm? Ja, ott a baby valahol. Lukasz, mit csinálsz? Én csak kérem. Mit, fontát? Ja. Menjünk a boltba, azt kapsz egyet. Jó. Na gyere, menjünk. Gyere, nyuszi. Daddy. Na mi helyzet? Meg vagy? Becsújjuk az ajtót, aztán menjünk hazafele. A feleségem visszavitte a kosarat. Az amúgy az idő még mindig jó. Ilyen kellemes, nem Lukasz? Nincs hideg. Felvettem a fölsőt, de szerintem is kellett volna felvenni. A Lukasz is felvette, a Davis is, még a Davis nem üvette fel, nem úgy adtuk rá. A Davis az most nápás, én egy picikét. Nem annyira, de kicsit olyan nápásos. Na, beveszünk magunkat, aztán megyünk hazafelé. Hol a kulcs? Zsebembe. Hozaérkeztünk, ahogy látjátok. Mi helyzet? Davisnek van egy órája, ellopta a Lukasz régit. Ezt miért raktad magadra, te? Mutasd azt a szép órát. Mi van rajta? Én fel lehet itt csatolni a kezedre. Nagyon szép, hogy az kicsoda, én nem tudom. Lukaszt meg kell kérdezni. Hm? Hát tudom, most jön az órád, mint nekem. Csak tiéd az kék, az én meg fekete. Szép? Melyik szebb, a tiéd vagy az enyém? Hm? Tiéd valószínű. Hova rohansz, te? Nyuszi! Látod, hogy legalább lehet rohangálni. Össze-vissza, mindenfelé. Ja, azóta más nem csinálunk, csak rohangálni. Watch. Ja, watch. Van a órája. Szép. Ezt hova tesszük? Miért hoztad ezt el? Ja, de nem érti senki. Én sem értem, hogy mit mondasz sokszor, te. Ja, amúgy most már sok mindent beszél. Mit rohangálsz? Sok mindent beszél. Még mindent angolul be. Nem, egy-két szót mond magyarul. Mikor a szüleimnél vagyunk, akkor ott mond egy-két szót magyarul. Ugyanúgy, ahogy a Lukasz is ugye régen, amikor tanult beszélni, amikor a szüleimnél volt, akkor mondott egy-két szót magyarul, amúgy angolul beszél itthon. Itthon sosem mondta angolul vagy magyarul egy szót se, ugye? Nem, csak akkor, ha átjött, nem, átjött az öcsém, és őnek is magyar szót mondott az öcsémnek, azt mondta, hogy gyere. Amúgy, az, amúgy angolul mondja. Aj, te! Amúgy, mi most, amúgy... Úgyhogy, mi most nem más csinálunk, mint rohangálunk, mi? Rohangálunk? Lukasz elment, azt mondja, hogy megcsinálja a házi feladatát, és sok érdekes dolgot nem fogunk csinálni, de amit fogunk csinálni, elfelejtettem. Ugyanis nem volt az utolsó valami ötnek, nem volt sorsolás, nem a lufisnak, nem sorsoltam ki senkit. Előtte ugye mindig valami ötbe, akkor nem volt videó, rendszeresen kisorsoltam valakit, beírtam kommentbe a szerencsés nyertest, és az utolsót nem csináltam meg. Ugyanis akkor volt pont az, mikor elköltöztünk, és ilyen összevisszaság volt minden. Kérdeztétek, hogy mikor lesz, most a videóban lesz. Aztán mit akartam még mondani? Valamit akartam mondani. Csak elfelejtettem. Na várjál, felkapcsoljuk a villanyt. Ja, azt akartam mondani. Megkapták a képeslapot, a kulcstartót, ugye a régebb, úgy mondom, hogy régebbiek, akik ugye nyertek, hogy régebben, ugyanis képzeld el, most beletelett, azt hiszem, hogy ilyen 4 hétbe elküldtem, és most írt még valaki a héten, hogy most kapta meg. Az akkor volt, mikor elküldtem, még ott a régi lakásból laktunk, ami most már több mint 3 hete volt, én azt hiszem. Egy hónapja. Nem tudom, mi történt a postával. Elég sokáig tartott, hogy odaérjem. De várjál, megnézzük, mit csinál a Davis. Mit nézel a tévébe? Tévét fogsz nézni? Ugye a tévénk még mindig nem jött meg. Azt mondták, hogy ilyen 7-10 nap, gondolom munkanap. Ugye amíg a Davis tévét néz, a feleségem nem is tudom, hogy hol van. Azt hiszem, hogy bent van valamerre. Sorsolunk! Leülünk ide, amúgy szeretem ezt az asztalt. Jobban néz ki, mint az a fehér, én szerintem, legalábbis most, meg nagyobb. Hogy ide-oda, mit tudok rakni, egyelőre semmit se, mert ha oda rakok valamit, akkor a Davis ugye elhúzogatja. Amúgy valaki mondta, hogy mutassa meg a MacBook-ómat. Ugye ez az új MacBook-ó, ez az a tárcsos, nem hiszem, hogy lesz róla ilyen teszt videó, meg hasonló videó, hogy te van a YouTube vele, úgyhogy szerintem semmi értelme nincsen. Amúgy így néz ki. Az ujjammal belép, néha eltalálja az ujjamat, néha nem. Munka után általában nem tudok belépni, hogy miért, biztos azért, mert elcsiszolom a végét, hogy én nem tudom, de akkor be kell írni a jelszót. Nem mindig fordul elő, csak nagy ritkán. Betöltöm én most gyorsan ezt a videót, és sorsolunk a szerencsés nyertes, pedig nem másról nyerni, mint egy képeslapot, ami nem tudom, hogy hol van, meg ezt a kulcstartót, és a kulcstartót várjál, mutatom, azt megtaláltam. Várjál, ilyen, látod? A képeslap, az meg nem tudom, hogy hol van, ugyanis bevásároltam képeslapból, csak nem találom őket sehol, de a szerencsés nyertest, ha kihúzom, majd vásárolok egyet, valószínűleg egy héten, és küldöm neki.
Töltöm a kommenteket, ez egy ilyen újfajta, ugyanis a régivel próbáltam betölteni, nem működött, hogy miért nem tudom. Amúgy nem tudom, hogy hány, ugye az volt a kérdés, hogy hány zöld ufit durratottunk el, és komolyan mondom, nem emlékszem, vagy kettőt, vagy hármat. Ugye mindenki mondta, hogy kettőt, valaki mondta, hogy hármat, kettőt, vagy hármat. Komolyan mondom, én sem nézek, én azt hiszem, hogy hármat, de lehet, hogy csak kettőt. Úgyhogy egy valakit kihúzunk, aki azt mondta, hogy kettőt, vagy hármat durrantottunk el. Ugye is vissza kellene nézni a videót, de most nincs arra idő. Úgyhogy valakit kihúzunk, és a szerencsés nyertes nyerni fog egy kulcstartót, meg egy ilyen képes lapot. De azt mondom, betöltődött. Na várjál, megnézzük. Na rájöttem, hogy hogy működik, és nézegettem, mutatom. Itt nézegettem, hogy be kellett tölteni, aztán el kellett, na várjál, nem fókuszol a kamerám megint, mostában nem akar sokszor fókuszálni. El kellett olvasni, hogy hogy működik. Kiválasztottam egy nyertest, nem én. Brigitta Balog, ide rá kellett kattintani, hogy valakit kiválasszon, hogy volt 1594 komment, látod? Ő azt mondta, hogy kettőt durrantottunk el. Úgyhogy gratulálni szeretnék neked, arra kérlek meg, hogy itt YouTube, nem kommentben, YouTube üzenetbe, ugye a csatornán keresztül küldjél nekem a címedet, hogy hova küldhetem a képes lapot és a kulcsatot, amit meg fog tenni valószínű, hogy a héten, a hét vége körül inkább, ugyanis most már hét közepe van. Úgyhogy még egyszer gratulálok, aki nem nyert, nem kell elkeseredni, ugyanis lesz még ilyen játék, hogyha nem is ilyen, de hasonló, biztos, hogy lesz majd a jövőben. Kérdeztétek, hogy mikor lesz élőadás is, hogy mikor, azt még nem tudom, de lesz. Hogy a tengerparton vagy nem, ugye kérdeztétek, majd meglátjuk. Lehet, hogy nem a tengerparton, de sose lehet tudni. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem. Ne felejtsétek, hogyha van valakinek valami kérdése, mindegy milyen kérdése, ide a videó alá nyugodtan írjátok meg, és majd videóformában fogok rájuk válaszolni. Valószínűleg jövő héten. Megpróbálok minden kérdésre, de attól függ, hogy hány kérdés lesz. Lehet, hogy egy videó lesz, lehet, hogy kettő ilyen kérdés felelek videó lesz. Nem hajózni megyünk, ugyanis ahogy láttátok, a hajó most üres, de lehet, hogy elautózok valamerre, vagy valamit majd kitalálok, hogy ne legyen túl unalmas mindig a fejemet nézni, ugye meg beszélek, és na minden. Ugye már ennyit, nem beszélek tovább, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!